Nos, üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunkra a House Builder című játék VR-ban. Egyébár ezt anno már bekértem egyszer, és akkor a rossz kódot küldtek, úgyhogy az törötve is lett. Utána pár hónapra valamiért fel is függesztették a kérési lehetőségeimet. Pedig arról nem tettek, hogy hibás kódot küldtek, máskat nem küldtek, helyette automatán törölték a kérelmem. Úgyhogy most nézzük meg ezt a jó kis játékot VR-ban. Hát, ha lesz valami, amivel tudunk haladni. Úgyhogy a játékot alapból ismerjük, játszottuk, fogjuk is, meglátjuk milyen, hogyha VR-ba toljuk, és mondjuk nem akadunk szarrá. A képünk tesztelés alapján megy, úgyhogy kis laggolás lehet benne. De megnézzük, hogy így milyen lesz a fölvétele. Ugyebár az egyik gép futatja a játékot, a másik pedig ugyebár tolja. Itt is vagyunk. Oké, ő szerint erre van az előre. Mind a két lézerpointerünk működik. Úgyhogy amondó vagyok, nézzük meg az options-be. Ebből továbbra sincsen magyar, ahogy látom. Nem baj. Irányítás, ugyebár kontroller. Mindjárt is csak a csukromra két vezérlőt, hogy ne tudjam elhajítani. Tudunk ugrani, menüt bekérni. Game status menüt, ezt remélem menet közben is fogja mondani. Első egy-két pályát megcsináljuk, ugyebár most az első pályánk az, ha jól tudom, az iglu lesz. Ahol lesz tutyi. Figyelnünk rá arra fel, hogy ne fagyjunk kockára. A másik pályán pedig ugyebár a itt vagyunk a világegyetemben. Ugyebár ezért jó a VR, mert 360 fokot körbe tudunk nézelődni, hogy küldjük is a jelet oda messzire, a másikat oda, az mindenki örül. Szóval a másodikunk pedig ugyebár azt hiszem a bantuknak összerakni az első erdőbe azt a comót, mert nem jó a csuklóvédőm, mert nem jól húztam meg a kart, a karnak a védőjét, hogy ne tud eldobni a kontrollert. Audio. Hát, tódával elmegy, kár így. Grafikan erre voltam kíváncsi, hogy mit tudunk kihozni belőle, mert ugyebár most kapcsoljuk, nem akarunk elrepülni. Kíváncsi leszek, milyen lesz, mert a játéknak alapból nincs nagy gépigénye, de most ugyebár VR-ba. Úgyhogy VR-ba kérdés lesz. Mikor így nagyon oldalra tekintek, akkor próbálok kikucsolni a headsetbe, hogy lássak valamit a rögzítésen, meg a playingen. Úgyhogy itt kezdünk ugyebár. Tudjuk forgatni a földet a jobb oldali analóggal. Így megfogni, nem. Ez lesz az Mood House. Igen, szerintem ez nem az első pályánk. Hát nem tudom, hogy VR-ban mennyire lesz más, mint az alapban. Közben Leilácskán megjött, majdnem át is estem rajta most így hirtelen, hogy ki akar gáncsolni. Úgyhogy ez itt az iglu, ezen kezdünk. Kicsit gyorsabban is rohadt meg a földecske. Hiába fogom meg, nem tudom arra tudni. Ez pedig a Japan House új 1500-re megvehetjük. Tippem nincs még, van, mert most jelenleg nem látunk. Kezdjük az igluval, mert ugyebár ezt megcsináltuk PC-n, azt megcsináltuk PC-n, meg utána elkezdtünk egy röntgházat építeni, ami annyiba marad, de majd folytatni fogjuk. Szóval kezdjük is el. Iglu. Építsünk iglút, ugyebár laj. Oké. Loading progress, itt is ugyanis pörögnek a dolgok, ugyebár itt a nélben, ugye szögbelövő. Oké, fun fact. Jó, hogy újra látunk építő, kicsit akadozunk. Legalább ez a cucc követ minket, és elvégül, ha minden igaz, majd kitalálom, melyik hangsávot veszünk föl, mert mindegyik irányból megy valami, egyik szűr, mások nem, utóbbi a headset.
Wi-Fi-kkel szokott a jobb lenni hangilag, míg a PC-re kábelen van csatlakoztatva, és Wi-Fi megy a belpénzt. Amit ugyebár rögzített, mert még a virtuális papa, amit annyira hirdett meg, hogy hú de kurva jó lesz nekünk már, bocsánat, azt nem vettem még meg, még sem. Szóval jó, hogy látunk építő, remélem az időjárás nem ijeszt meg téged. Kezdjük, hát édesem kezdjen ezzel egész munka, építeni keresztül az egész világon, ugyebár nagyobb épületeket, több hát mechanikus építés és konstrukció kihívásokat a jövőben, de most lássuk, hogy hogy is működik ez, sok siker. Oké. Okay. De ugye nem nagyon fontos, hogy jól a fejeden legyen a cucc, mert anélkül nem látsz rendesen. Nektek viszonylag könnyű, mert ti 2D-képben látjátok azt, amit én itt 3D-be akar. Hol ott a kutyánk? Irányítás. Tooltips-eket lehet kibe kapcsolni a bal kezem fősével. Border Sense az a bal. Az ez. Nyomkodom, nem tudom, hogy mi történik. Mi nem történik. Tudunk ugrálni majd. Tilt forward, teleport, tilt left to rotate, backwards, trunkrun, stb. A két kezünk itt van, ez jó. Itt is van quick tips, ez már előny. A játék lehet, hogyha lerakom a két kontrollert, jobban játszható lesz, ugyanis úgy tudom kezeli a hand controlt is, nem csak ezt, és akkor tényleg az ujjaidat tudod használni mindenre. Akkor fogni, ugyebár meg ilyenek, itt most arról magyaráz, hogy a mondjuk kontrollára hogy irányítani. Inventoron le kell nyomnod a bal analógot, a bal kontrollert kezeden, és akkor ott látod a dolgokat, és itt szerint húztam. Így. És akkor miközben tartod az épületednek az alapanyagát, megfoghatod és mögötted elengedheted a gombot. Mindig ezt majd meglátjuk, ugyebár az emlés ilyen miatt annyira nem menő. Ah, oké, ahova nézünk, oda teleportál. Oké, ez a tipikus jump-jump üzemmód, ez nem rossz. És olyan messzire nem is tudunk teleportálni, mi előny, mert nem tudsz arra alatt, hogy egy hószikrát mutass rá, és húzd magadhoz, majd rakd oda vissza. Ugye bár ez üdvözlet lesz szerintem, milyen részre behozták ezt a gémet, mert szerintem adja magát, már most szakad rólam a víz pedig. Nincs semmi, körbenél megint csak baromi jó. Nem tudom, hogy nektek ez mennyire laggolt be, vagy mennyire nem. Ugyebár, itt nem még el kell döntenem, hogy milyen metodikával fogom rögzíteni a jövőben a VR dolgokat. Igen, tudunk a ugrani. A bal karra lesz magamhoz húztam. El kell építeni az iglót, először szükséged lesz kivágni egy jégblokkot. Hogy ezt megtett, kap fel a kijelölt, highlighted csontkésedet, hogy menj a közeli jégjukhoz, és miközben tartod a bal eger gombot, rajzold a telet a jégbe. És ha elengedem a bal kezemet, akkor mindig leesik, és ha jobban nézek rá, jobban is fölvehető, kicsit fáziskéséssel emeli föl, de ez se baj. Ott van egy jégjuk, azt kell kirajzolni, avval a késsel. Ez az eddig meg is van. Oké, okay, először is szerintem ezt tegyük oda. Oda megyek. Oda megyek. Azt nem tudom itt a valóságban, hogy milyen bandorúba vagyunk. Igen, ez itt kilógunk. Jó, a kés az, nem tudom, hova tűnt. Bonfire is dying, you have thrown more stick and freeze
megszerli, jó, a kutyát nem csuk meg. Ott a tűz, ott van fa. Oké. Most menjünk oda, és a kutyás mondja, szia, tutyi. Jó, nem tudom milyen volt. Ja, hogy ott bekerült az inventorunkba. Szia. Na, akkor menjünk oda vissza. Igen, amúgy jóval messzebbre kéne ennek mennie, ha már ilyen magasra felemelem a kezemet, de ezek szerint ilyen. Nem került oda. Oda tudom dobni. Ez nem sikerült, ez így már oda bekerült, oké. Okay. Érdekes lesz ennek az építés, lehet, hogy most az elsőig jutunk el, mert finoman fogalmazva is sokat lassú. Na, bone iglo knife, csont, iglo kés. Miért elkezdesz, meg kell találni a kést, ugyebár is megvan, ott van lent, ura. És akkor körbe kell vágnunk, és akkor amit ki nem tud. Nem ki tudom venni, vagy nem tudom kivenni, vagy nem tudom, hogy működik. Oké. Okay. Így a kezembe veszem. Balra vesz a Back to the Game. Igen. Igen, tudunk volni. Jó legyen. Nem nyert kis hangszórót. Tudunk ezt kialudni. Nem egyértelmű az irányítás, az a legnagyobb bajom. Úgyhogy... Igen, ezt tudjuk használni. Hurrá! Oké, skill tree, inventory, main menu, inventory. Még behoztuk a skill tree-t. Milyen ennyire póni eladom az inventory, ebből skill tree lesz. Sok skill tree-ből, meg skill tree, szóval ez... Ilyen. Menü, move to play. Szóval... Igen. Tilt in direction to move. Ezzel nem mozgunk. Kapásból a balanaloggal nem mozgunk, amit ér. Megnyomásával bejön a handben. Oké. Okay. Tilt sense, show to. Oké. Tilt forward to teleport. Előre teleport. Left, right, forgatás, back, vissza. Control, lenyomás a fúgóra. Game status bekérése vagy kúrás. Megfogni, interaktálni, begyűjteni az itemeket. Oké. Okay. És azt mondom, hogy megfogom a kezem, és akkor használnom kell, mintha itt legelném, vagy mi. Az figyeli, ha lejjebb ugorok? Az figyeli, ha lejjebb ugorok, úgyhogy az lehet, hogy vicces lesz, hogy le kell itt térdelni a társai. Amikor megnyomtad a bal sticket, bejön egy menü előtted, ugyebár választod, amit akarsz. Inventory shop, mint egyebek, ugyebár shop majd alul lesz, mikor venni kell dolgokat. Úgyhogy lerakom a materiákat a felrakhatod a dolgokat az inventory-ba, tartod a dolgokat, fogd meg és tedd mögéd és engedd el a gombot, akkor ide bekerül, gondolom. Stackelni lehet az itemeket, mert tartod a materiákat, célozza a ponttal a másik építőt materiál, és nyomd meg a trigger butont, ilyen még egy materiál azonos típusú, bestackeli a kezedbe. Jó, hogy ugyebár, hogy többet fel tudunk venni, itt azt magyarázza, gondolom. Tehát a balegér gombos azt szerintem az alapjátékban maradt meg. Oké. Okay. Jó, szóval ha téged megfoglak,
homlok, akkor az ott van. Most legugolunk. Élünk. És tényleg kérbe kell vágnom, lol. Felvettük. Jó pofa. Kettő, itt már látjuk is, hogy besztekkeltük. Három, négy. Lehet, hogy nem ennyire benne kéne állnom, de nem baj. Nyolc. Nyugt ki lelérhető. Kilenc. Tíz. Nem tudom, mennyire kitesített a karakterünk. 12. 14, és ahogy látom, ez elfogyott. Oké, valami lett. Elengedtem, az ott adott. És azt mondta, tegyem magam mögé. Engedjem el. És hova tűnt? Vagy most buktam az összeset. Hogy nyomjam meg a skillhez. Skill tree, köszi. Akkor meglett ez. Agro Builder, kettesével lehet. Oké. Kutya nyifog, de elhasznak a tűz. Oké, szia! Remélem, ilyen még lesz, mert ott itt gyűlik, jó? Na most hova tűntek ezek a cuccok? Ez a sok... szomom. Érdekes a árnyék. Ilyen használom a tudást, nem változik semmi. Oké, szerintem úgy, hogy van, buktuk ezt a összeség loot, vagy valahol rajtunk van, amit nem látok. Hát. A magam mögé nyúltam és elengedtem, szóval magam mögött nincs semmi. Körbe is forgunk. Itt se nem van semmi. Ahogy látom, csak az üres lyuk. Ez lehet, hogy kiesett a grafikából, mert ott lent voltunk a gödörbe. Nicce. Na, hát akkor menjünk oda egy másik ilyenhez. Örülnek egyébként, hogyha nem forognak korba a szájba, mert ez a rohadt irritáló, hogy mindig rossz irányban élünk. Szóval, ha én arra nézek és arra mozgok, akkor ne forogjunk el. Vagy nem jól van megcsinálva, vagy nem jól van megcsinálva. Mert téged akkor megint megfogunk. Legugolunk. Körbevágjuk. Gyere ide. Ez is egy körbe jön. Oké. Elengedjük, visszamegy a helyére. Ezt a hatot megpróbálom oda vinni. Miért dobtuk el? Továbbra is nyomom a kibaszott gombot. Most ott van. Ha előre akarok menni, akkor eldobja, hiába fogom. Na, akkor így mozgunk, nekem így is jó. Kezdünk meghagyni. Arra dobjuk. Ez a
kezdünk megfagyni egy jó kopa. Az, hogy tényleg állandóan össze is szabrálunk a örülök, és nem minden, hogy a mi nézetünkkel van a baj. Na jó, elítsd be magad, hogy vagy én. Rezet fiú. Ez a nulla pontunk. Leállunk. Elkapunk magunknak egy olyat. Lezárottuk. Helyünk fönne. Hát, most bevagoltunk a hóba, nem baj. VR irányítás hiba lesz, mert most lent vagyok a frontba. Így örülsz, Blaki? Most előtteljünk még egyet a nézeten. Igen, és belekerültünk a földbe. Jó. És továbbra is mindig össze-vissza néz, úgyhogy még annyitza. És nem érünk el odáig. Mivel pont ez volt a bajom a egyik játékkal szintén, hogy jó, akkor restart lesz. Na. Play. Fent van a igló. Kíváncsi vagyok, hol mentett. Continue. Play. Okay. Nincs nálunk semmi. Újra kezdtük, akkor nem mentett a Ramesco. Okay. Na, most működik a bal analógos irányítás végre. Ezt a dupládót, ennek köszönhetően a jég az kettesével fogjuk szedni. Ezáltal egy ilyenből több lesz. Jó. Gyere ide. Most nem hagyjuk el őket. Ide. 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 Oké. Okay. Kérdő helyet van el.
nem tudom mi volt az, de nem tudom, hogy eleget leraktunk. Egy volt, egy, kettő, három, négy, öt, jó, akkor mindet le tudtuk rakni, az már előny. Érünk a kutyához, megsimogatjuk, szia! És akkor dobunk rá. Ilyet, ezt ide Jerry Power-edjük, és rádobjuk. Négy kutyus is örül. Fölkapjuk, lerugolunk, és akkor kiváltva, itt van kettő, három, négy, öt, hat, jó. Igen. Egy. Igen. Nem kell. Egy lehet akkor másképpbe. Kettő. Oké, ez ide felhúzva, hát ez is érdekesen megy akkor így. Kezünk át a diszkó-diszkóval. Jó. Álljunk föl. Vigyázzunk a látszatot, hogy jól álljon. Bonfire, hardot, oké, ezt tudom. Oké, fizika működik, szóval meg tudunk fogni dolgokat, és el tudunk hajítani igény esetén. Csak hogy jó legyen. És ha az ott volt nincs, akkor mehetünk a másikhoz. Innen is szedünk ki cumót. Úgy. Még ki kell vágnunk rendesen. Igen. Ugye bár az a kézzel való csinálás a legnagyobb poén az egészbe. Nem kicsit arra kell menni, mert területen kívül van sajnos a játék téren kívül. Úgyhogy erre sajnos igen kell. Nem. Majd megszokom, hogy kell. Mi lesz hozzá más metodika, mint a kárban nélküliség. Jó, hogy nem látjátok, mit én itt élőbe. Elég csak elképzelnétek itt a játszás közben, amit láttok, hogy mennyire vénem van az aggasztó bele a képenbe, de valamit valamiért. New skill available. Oké. Már megint. Oda. Skill 3. Következünk, hogy még több lett belőle. Hatosával fog jönni egyszerre. Ami szerintem sokkal vagányabb.
Mert a teleportálgatás is pont azért van kitalálva, mert motion sickness, hogy te nem mozdulsz fizikailag, de az agyadat át kell, hogy vágja a VR arra, hogy itt mozog, és attól leszel rosszul, mikor VR-odon, hogy az ott mozog, de te meg nem. Oké. Csak közelebb jövünk. Ezeket itt szépen be. Kapjuk is érte a pontocskát, meg a minden. Itt a kutya nem bír magával, mert jaj a tűz. Itt szépen felrakosgatjuk. Egyébként gondoltam rá, hogy ha esetleg tényleg támogatni normálisan a kézvezérlést, akkor hogy vagyunk. Érdekes ez a pont mennyiségünk, 92 oldalán. Igen, hallgatjuk a tüzünk. Így most már nem fagyunk kockára, kutya, köszi. Ha más nem, erre tökéletes árnyalat vagy, hogy jelzed, hogy... hogy bizony, dobáljunk a tűzre, és egy kis, bár kötelező dolog, az érezhető akár, hogy jaj, hát egy jaj, de kellemetlen nekünk, pakolnunk el a tüzet, de azért mégiscsak a Antarktiszon vagyunk, szóval de kell. Itt a árnyékunk is jól mutogatja magát, mert hogy ez itt van a levegőbe. Úgyhogy van mit kitalálni a játéknak. Ettől függetlenül szerintem ez egy indie játék, úgyhogy pont ezért is baromira örülök annak, hogy van VR támogatása, meg a külön játékként is jelent meg. Oké. Gondolunk, közelem megyünk. És itt kivágok egyet, és nem teszik semmi. Azt keresem, hogy meg tudok elmászkálni, mert már balasztal alját ütöttem. Igen, és akkor van egy csomó jelünk. Vagy akkor szépen be tudjuk gyűjteni, így hatosával lesz meg, így nem előbb fog kifogyni a hely, mert sokkal több ilyenünk lesz. Kérdés, hogy ezt visszafelé is lehet tolni. Hogy egy, ebben gyorsult a játékidőnk, kettő nem zavaró. Ugyebár én forgok élőbe, adott, hogy előrébb megyek, így is látszik, hogy ugyebár valamennyit arrább mozdul a játék, de nem sokat adott, nem valós teljes követése van a karakter irányába. Tudok meg teleportálni, nagyon jó. Úgyhogy ide jövünk, rakunk ide belőle. Arra rakjuk, megint új skill. Mit tudunk újat? Ez itt a Sprinter Begin skill-el 30%-on gyorsabban lehet futni és sétálni, az annyira nem hat meg, de mást jelenleg nem tudunk kinyitni. Jó. Oké. Igen, ezzel oda nyúlok, és már még egy pont. És arra kapjuk a skilleket. Ez pedig az lesz, hogy 15-ösével fog jönni a cumó, ez. Rengeteget kapunk, itt tök jó, hogy előre ki kell vele nyúlnom. És akkor itt pakolászunk. Szerintem le is tudunk hajolni.
akkor nem is kell oda rakni, csak oda érinted, és akkor elvesz magától, ami nem lehet látni. Kíváncsi leszek majd ez a házépítésnek, a többinél, hogy fog előjönni, az, hogy most tigli kockákat pakolunk, hogy annyira nem hat meg. Ledobjuk, felállunk, szia kutya! Nézd, bot, haló, boti, boti! Igen. Oké. Okay. És fáziskésésre reagálom, ugye a tűz dolog, de annyira nem zavaró. És ide is rakunk még. Oda is rakunk még. Oda is rakunk még. Oda is. Oké, okay, fel tudunk most már állni. Sok lett, így. Oda is raktunk. Oké, okay, ez így fogy, de az igló az halad szépen lassan. Szóval találnunk kell valamit. Az megvan, az megvan. A következő ilyen. Az meg. Igen, az megvan, az megvan. Azért nem teleportálgatok, mert ez azzal nagyon el megy a nézet, valamiért mindig abban az irányba ragadunk be. Ugye, bár oké, hogy én itt most a valóságban elforogtam, és tök más irányban nézek, mint amit ő szerint erre van az egyenes. De na, az a pont ott nem tudom mi egyébként. Fasz. Most kell a kés. Legugol. Közeled meg. És csinálunk is egy ilyet. És nyomva tartunk valami magot, és valami backpackbe raktam be. Inventory. Ott van. Oké, okay, akkor nem is kell megfogni. Hanem most már megfogjuk, de ugye balra azt nyomva tartom, de amúgy nem kell hozzá, nem tudom, hogy ezt a kört is látjátok-e, vagy nem. Oké. Okay. Rakjuk. Csak 15. Nem stekkeli hozzá, és még hiányzik, szóval fussunk vissza. A kutyát, azok itt megvalóltak. Oké, itt sem lehet sokáig ellenni, de szerintem megfagyunk. Milyen térrel hozzáad a játékhoz? Százötvenöt-négy passz. Oké, ez kettő. Nem fogadja. Most már elfogadja, jó? Itt ezt az alsó részt akarom megcsinálni, mert akkor utána tudunk normálisan pakolni, mert leszünk, hogy jó legyen. Oké. Okay. Inventory.
13-at kivettük. Milyen bénálom, de szépen lassan meg lesz az irányítás is, hogy akkor miként kell játszogatnunk. Oké. Okay. Tűzre dobunk egyet. Nagyon szép 5 pontos dobás. Tutyit megsimogatjuk. Szia Tutyi, szia szia. Hiába nyomok rá bármilyen gombot, nem hajlandó örülni neki. Aranyos pofája van. Mert most oda teleportálnék, akkor már is erre nézünk, mert ő szerint erre van az egyenes. Szerintem meg erre volt a kettő egyenes. Így. De ő szerintem most erre van az egyenes. Ugye nekem nagyon zavar, hogy össze-vissza ugrálunk, úgyhogy marad a séta. De sietnem kell, mert a lyuk. Itt a lyuk. Mert a karakterünk megfagy. Skill point vagy még nem tudok többet felszpekkelni. Oké, ez így 6 van. Jövünk visszafele, míg ezek itt megőrültek. 7, meg 3. Föl. Jön a fa. Úgy. Egy darab kis fa megoldja nekünk itt az összes életet. Oké. Okay. 3 darab. Menjünk be. Kettő. Mi történt? Gondolom azt innen belülről egyszerű pakolászni, mint máshonnan. Egyébként a plafont ütögettem már mindjárt. Mi lehet, hogy ezt kívülről kéne csinálni? Igen, nem tudom, ez a 248 ezer micsoda, meg 33%-a van meg. Oké. Okay. Ez még fog kelleni jégkocka. Szerintem annyira kevés lesz. Itt biztos. Igen. Hol találunk még ilyet? Van, de dobunk a tűzre.
Hát szerintem itt a diglót fogjuk most csak felépíteni, mert ez így nagyon szokásigényes játék, és nem lesz rövid. Erre fel a bújik még egy ilyen cucc. Igen. Még egy, akkor most bal kézzel vágunk. Jó, bal kézzel nem hajlandó csinálni. Torinban szórakozunk. Azonnal el is tűnt a hely. Mint hogy éppen csak 15 volt. De nem. Most több helyet van nem Torinban. 12 van benne. Is jó. Nem tudom, hogy ez a 15 ide elég, amennyit találtunk. Eldobunk odáig, de hogy dobunk. Ahogy. Ügyesek vagyunk. Jó, akkor megint bagoljunk, tesz eldoblunk. Oké. Biztos, hogy kevés az, amit van. Oda is, oda is, oda is, hogy tudtak már megint le. Tehát a másik kezedben, tehát a másik kezedben. Oké, kell még ide a jócskán, szóval kéne találnunk valahol egy ilyen szomót. Ez be a fasan ártana a tűzre. Ebbe kevés volt. Körbe kell néznünk alaposan már. Miénk. Igen. Oké, láttak kellve. Következő lágás. És ki is fogyott. Benne talán 30 darab, ami lehet, hogy elég kevés lesz nekünk. Itt is van mi, az ott micsoda? Az. Na mindegy. Ezt is nyissuk ki. Igen. Igen. És elfogyott. Akkor most elvégbe van már nálunk 60. Oké. Ez itt nem tudom mi. Fogni se tudjuk. Oké, menjünk vissza, mert a kutya széthisztüzi magát, hogy kockára fogy a gazdájával együtt. Szia, felem van, mint látom. Oké. Minden tarit megint le, van 60. Szerintem nem tud elég lesz. Nem, most hol van? Ott nincs. Ott van. Gyere ide.
azért vicces, hogy itt kevés lesz. Csak nem. Végbe csak elég lesz, nem? Is. Úgy csak kettő, és egy nagy. Kettőt. Jó, most jön akkor a lábazat. Barom örülök, hogy most beleragadtunk itt. Oda még kell neki. 66%-ra van meg, kedve belállunk tűzbe. Így is jó. Ennél látványosabban nem tudok rámutatni arra a vacakra, most tényleg ennyire balfasztalik a játék. Ez itt baromi zavaró ez az inventory, szóval leraknám. Hogyha lenézzünk, akkor legyen meg, mert itt mindig mindenbe beakad minden. Jó, kéne nekünk még... jég. Hol lehet még jég? Azon kívül, hogy itt vannak csomók. Mert abba senki. Erre fele meg szerintem csak csalóka a világ, itt nincs semmi, illetve egy jeti befagyva oda, de az most mindegy nekünk. Azon a részén, hogy jeget csákányozzunk, nem segít. Nem ér is segítene. Oké, na oda még kell egy pár darabka. Ez nem töltött újra. Ez is üres. Ez is üres. Ezekkel nem tudok mit kezdeni. Sajnos VR-tól függetlenül az irányítás nem kezem szabadságáról szól, hogy tényleg úgy érezzük, hogy ott is vagyunk. Ez is üres. Arrafele jeges mackó. Ez van még itt akkor. Nincs. Nem lenne avval, annál inkább, hogy megint az a ESKL miatt nem tudunk mozogni. Kötelező tutoriál. Jó, erő, hogy még többet bírjon. 50%-kal nő az erőt. Na. Ez az kéne megnöveli az erődet 50%-kal, amit tudsz más helyen is használni. Bár hogy messzebbre dobj, és ne lassulj le nagyon, ha túl sok mindent viszel. Oké.
Ilyen vagy? Szóval 26. Na, tehát a 30 darab már szerintem elég lesz. Ott vagyunk. Jó, a kutya már nagyon ugat. Kockára fagyunk. Nyugodj meg, most tanultunk is kiötni, mi ezt a pap? Nagyon tetszik, látom, nagyon tetszik. Az is. És az is. Na, nagyon megnyugodott a tutyi, jól van. Akkor. Oda is rakunk. 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 Oda is, oda is, oda is, oda is, oda is. Mindenhova rakunk. Constructions finish head. 1182 méter sétáltam, 260. Ott maradjál itt fele. Tools materials progress. És nem tudnak dúlni? Inventorban van még 15. Most már tudunk mozogni. De nincsen vehetőség, azaz mivel megcsináltuk, ezért nincs más. Save. Game save. Restart level, report a bug, reset player position. Oké, szóval ilyen is van benne még külön. Exit. This might take. Igen, közben ott a világ. Statisztika. Egy ház felépítve. Jó, akkor ránézünk. Valamivel nem ártana gyorsítani ezt egyébként, mert a rohadt lassú. És akkor itt van, és ezt el tudnánk adni. Are you sure one share this house profit 100 darab ilyen pont? Nem, 100 de biztos, hogy nem adjuk el. És akkor a következő építményünk majd ő lesz a mud house, azaz a sárház. Ez már közepes nehézségű. Bár itt nem látjuk a kezeinket, hogy hogy állunk. Bár ez lesz a házikon maga, amikor a gyakból építgetjük a házikot fölfele. Nem ér is, ne.
és akkor ugye bár itt vagy nem hiszed, hogy ez ilyen egyszerű lesz, jó más kihívás vár téged, reméljük jó lesz, kell neked, szükséged lesz, ugye bár sok szerencsét kíván meg társai, ugye hogyha tartod egy történetet éhes oroszláról, ami itt van, jó, gyorsabban befejezed, mint hogy találkoznál vele. Ezzel ugyanaz az irányítási rendszer, sok, akkor gyerünk, ugyebár mi itt vagyunk, nem tudom miért googolással kezdtünk, ide kell elkezdenünk rakni. Mint opció, ott a kő, csákány, oda tudjuk rakni, ezt nem tudjuk ide berakni, és megint nem tudunk mozogni, csak delve. A bal analógra megint nem reagál a játék. Vedd fel a követ. Igen. Using help sensor. Bal analóggal tudom, igen, és hogy látjuk most már a dolgokat, hogy miket akarunk üzenni. Tudom. Te is. Itt van az agyag meg társai, ugyebár. Igen, van, amit ugye oda be is kerülnek egyből a helyükre. Na. Mint opció. Úgyhogy az érdekenység eléggé vagy a bal kar az konkrétan le van állva, és nem a VR-ban, mert látod, az működik, hanem a játék nem dobta el az irányítását. Valószínűleg úgy van vele, hogy kíméli a felhasználót, és a levél belelóg a pofánkba. És akkor ugyanazzal a metodikával rakhatjuk le, mint kéne. Úgyhogy ezzel sincsen semmi gond. Csak hát nem a legélesebb kés a fiókba így most a játék. Én majd itt nekiállunk sarat csinálni, ott tudunk égetni, és a többi, és a többi. Jelen pillanatban. Sávvel elmentettük a játékot. És vissza a menübe. Úgyhogy igen, vannak bajok. Na de, ez ennyi lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ez volt a The House, mármint simán House Builder-nek a VR-ja, de nélkül. Úgyhogy ebből a simával is játszottunk. Itt most a VR-t ki tudtuk próbálni, hogy megnézni, hogy milyen. Nem tökéletes, lehet, hogy fogják fejleszteni, lehet, hogy így marad, nem tudom. Lehet, hogy kontroller nélkül még jobb lenne, bár nem látok rá, hogy lenne kontroller nélkül irányítása, azon kívül nem konkrét meta kompatibilis a játék, hanem csak simán SteamVR. Úgyhogy lehet, hogy itt a meta zavarja be, nem tudom. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!